H1N1 influenza törzsel fertőzött szemét kezelnek a csíkszeredai sürgősségi kórházban, ezt a laboratóriumi eredmények is igazolták. A vírus eredetileg sertésekből mutatták ki, ezért a fertőzést sertésinfluenzának is nevezik. A 62 éves nő állapota az orvosok szerint kielégítő. Hargita megyében utoljára 2009-ben mutatták ki a sertésinfluenza jelenlétét. Néhány napja Bukarestben már elhunyt egy férfi a fertőzés következtében, amivel országos szinten elszigetelt, visszaigazolt esetekről van szó, járványról egyelőre nem beszélhetünk. A szomszédos Ukrajnában viszont 2,6 millióra becsülik a fertőzöttek számát, a sertésinfluenzának pedig már több mint 120 halálos áldozata van.